A Magyar Kanizsai Metalmánia női labdarúgócsapata megszerezte az őszi bajnoki címet a női második liga északi csoportjában. A tavaszi folytatásra való felkészülés már javában tart. Elkezdtük egy hónappal ezelőtt teremben még a téli időszakban. Nagyon jó feltételeink vannak, hisz itt a gyógyfürdő Magyar Kanizsán, aki biztosítja a termet nekünk. Magyar Kanizsán két nagy pálya is található, tehát a segédpályán rendszeresen tudtunk edzeni. Több tornán vettünk részt úgy vidéken, tehát Magyarországon, mint nálunk is, úgyhogy azt hiszem, hogy minden legnagyobb rendben folyik. Éppen a tornákon való részvételt szeretném egy kicsit még taglalni. Elég jó eredményeket értek el ott igen, jó eredményeket értünk el mindenhol, harmadik, negyedik helyezést, második helyezést, de hát itt nem az, az eredmény volt a lényeg, hanem hogy minden lányunk játék lehetőséget kapjon, és kipróbáljuk őket, hogy milyen formában vannak, milyen posztokon tudunk rájuk számítani a, a, az idén folyamán. Az őszi ötforduló során a lányok négy győzelmet arattak, egy vereség mellett rendkívül gólerős meccseket játszottak, amit a 35-10-es gólarány is ékesen bizonyít. A támadó sor tehát kiválóan működik, ahhoz azonban, hogy meglegyen a bajnoki cím, vagyis az első ligába való feljutás, egyes posztokon erősítésekre volt szükség. Mindenféleképpen ezt a fajta játékot forszírozzuk a lányoknak, tehát támadó játékot. És igen, jól mondta, szükségünk volt elősítésre, és hát jól is sikerült a téli átigazolási időszak számunkra, amivel hogy két válogatott, országos válogatott lány jött hozzánk. Ugye kapusposzton gyöngék voltunk, most megoldódott, a szabadkai Spartakból Diana Mihálylavicsot tudtuk leigazolni, és az új vidéki bizticából egy nagyon jó csatárunk jött, aki sajnos már nem tud pályára lépni, mert sérült, kisebb sérüléssel ballódik és nem akarunk kockáztatni. Jó valamint Erdély Krisztina egy Tordai kislány csatlakozott még a csapathoz, aki egy nagyon tehetséges 2000-es, tehát 16 éves kislányról szó, is, kivételes tehetséggel rendelkezik. Erdély Krisztina most került a csapatba, az á, úgymond átigazolási időszakban. Hogyan sikerült beépülni a csapatba? Hát nem ment olyan könnyen, de mm -hmm. sikerült, mert már fociztam régebb óta, csak anyag fiúkkal, Igen. és most ide kerültem a lányokhoz kicsit szokatlan, de megy, mert elég kedvesek a csapattársak, és befogadnak könnyen. Mi a különbség a között, hogy fiúkkal fociztál, most pedig lányokkal kell focizni? Hát elég sok minden, mert én kicsit olyan fiúsabb természetű vagyok, mert két fiú testvérem van, és fiúkkal is játszottam, és most furcsa hogy a lányokkal játszani, mert ők olyan kicsit könnyebbek, meg minden élénkebbek, mint a fiúk, nem olyan durvák, Hát majd meglássuk, mert ez lesz az első meccsem lányokkal, úgyhogy majd kiderül. Van új, sok új játékosunk, és nagyon gyorsan összehangolódott a csapat, úgyhogy ebben az új csapattal reméljük, hogy továbbra is ilyen jól fog sikerülni. Na most a tapasztaltabb játékost megkérdezem, hogy mi ennek a titka, hogy ilyen gyorsan összejött, tehát összejátszódott a csapat? Hú, hát szerintem a közös ágyzések, és mm. A közös beszélgetések és az ilyen ráhangoló feladatok által sikerült így összekovácsolódnunk. Azt hallom, hogy a csapatban egyébként nagyon jó a hangulat. Igen, nagyon jó a hangulat. Szerbek és magyarok is vannak a csapatban, és ez egyáltalán nem jelent gondot, mivel megértjük egymást, még hogyha valaki nem is beszéli a nyelvet, akkor is. A Almánia a felkészülés során a magyar élvonalban szereplő Szegedi Alkával játszott barátságos mérkőzést, amelyben egyébként jelenleg a női bajnoki labdarúgó csapat az egyetlen működő szakosztály. A magyar bajnokságban már megkezdődött a tavaszi idéj, a szegediek a bajnokságban bekövetkezett rövid szünetet használták ki egy kis szerbiai kiruccanásra. Beszélgettünk erről, már ősszel is szerettünk volna megmérkőzni itt a csapattal, de sajnos nem jött össze, mert időszűkében voltunk, és akkor beszéltük, hogy át fogjuk tolni tavaszra, és hát szerencsére el tudtunk jönni. A Szegedi AK a legnagyobb hagyományjal rendelkező Szegedi Klub. A körülmények úgy hozták, hogy keretein belül jelenleg csak a női labdarúgó szakosztály működik. A mostani idény első része nem mondható sikeresnek, de a bajnokság java része még hátra van, és még sok mindenen lehet javítani és az utolsó helyen pozícionálunk jelenleg. Most annyi, hogy a sorsolás elég szeszélyes, hiszen itt az első négy játszik egy fősázi rájátszást, az alsó négy pedig egy alsóházit, és igazából itt az utolsó mérkőzésig eléggé feszült, kiegyensúlyozott lesz a helyzet. Én úgy gondolom, hogy ha egy jó tavaszt el tudunk csípni, akkor sikerülhet a bemaradás. Ha egészen véletlenül nem sikerül, akkor sincs probléma, hiszen a másodosztályban ugyanúgy tudunk építkezni, ugyanúgy lesz ifjúsági csapatunk, tehát nagyjából minden ugyanaz lesz, csak hogy egy osztályváltás. A szegedi akában a saját nevelésű játékosokat helyezik előtérbe a játékos vásárlással szemben. Mi országos palettán igazából egy kis csapat vagyunk, Szeged, egy városnak nagy, de a maga a klubunk elég kicsi. Igazából nem tehetjük meg azt, hogy hozunk jó nevű játékosokat, akiket meg lehet, meg kell fizetni. Igazából arról van itt szó, hogy az ifjúsági csapatból próbáljuk őket nevelni, palérozódjanak, és akkor nagyon sok ifjúsági játékos játszik egyébként már most a felnőtt korosztályban. Igen, tehát önök a saját erőikre építenek, nem annyira, hogy máshonnan hozzanak játékosokat. Igen, igen, tavaly megpróbáltuk ezt a vonalat, de igazából úgy voltunk vele, hogy nem szeretnénk ezt, ezt, ezt tovább forszírozni, inkább a saját nevelésre koncentrálunk. A vezetőség a játékosok körében uralkodó jó hangulatot is fontosnak tartja. Igen, igen, ugye a mai világban nem titok ez, gondolom az, a világon mindenhol így van, hogy a fiatalokat elég nehéz ösztönözni a sportra, nem csak a labdarúgásra, bármilyen sportra. Ö, igen, próbálunk mindig egy kis ö, olyan pozitív dolgokat, cselekedeteket a lányoknak, ami, amivel be tudjuk vonzani őket, hogy szeressék meg a sportágat. Ezen dolgozunk, ezen is dolgozunk, szerencsére utánpótlás korosztályban elég jó létszámunk, mi ebből tudunk építkezni az utánpótlásból. A csapatkapitány hogyan látja ezt az egész idényt, az eddigi részét és az elkövetkezőt? Mm. Úgy látom, hogy az első fél évben azért nagy nehézségekkel küzdöttünk, nem volt olyan ö, sikeres, de nagyon sok ö, új ifistát tudtunk felfedezni, és ez nagyon nagy segítségére van a csapatnak, és csak ö, javuló tendenciát látok, és úgy érzem, ez egyre jobb lesz és pozitívabb. Na most ti egy kicsit idősebbek szintén... Részt vesztek ebben, hogy újakat toboroztok? Igen, természetesen nagyon segít vagy nagyon szeretnénk segíteni, hogy uh -huh. minden jobban beilleszkedjenek hozzánk a fiatalok, de azért úgy érzem, hogy még ránk is van szükség uh -huh. tanítani, nevelgetni uh -huh. őket, és ez a közös munka nagyon könnyen megy velük. Azt hallom, hogy ebben a csapatban uh, nagyon jó a hangulat. Igen, ez így van. Nagyon-nagyon sok időt töltünk együtt a pályán kívül is, és nagyon jól érezzük egymással magunkat közösen. Temesvári Tekla azok közé tartozik, akik most nem régen uh, csatlakoztak a felnőtt csapathoz is. Hogyan tudtál beépülni a felnőttek közé, ha bár 15 éves vagy? Igen, 15 éves vagyok, hát igazából már régebben is velük edzetten, és hát a hangulat az megvan, jól érzem magam itt velük. Mennyit tudsz fejlődni még itt ebben a csapatban? Hát remélem, hogy minél többet fejlődök. Azt hallottam, hogy ebben a csapatban nagyon jó a hangulat. Igen, tényleg eszméletlen jó a hangulat, edzéseken is, edzéseken kívül is, az öltözőkben is, minden. Az edzéseken kívül, mondjuk rá, vagy a meccseken kívül, mit tudtok csinálni úgy együtt? teázgatunk, elmegyünk más meccseket nézni, szurkolunk a többi csapatnak. Igen, tehát uh, igen fontos az úgynevezett csapat csapatszellem. Igen, ez megvan nálunk. A Metalmania Szegedi akár mérkőzésen az eredmény nem volt előtérben, de mondjuk el, hogy a félidei 2-1-es Szegedi vezetés után a meccset a magyar kalizsai lányok nyerték 4-2-re. A hazai második ligában a verseny április másodikán folytatódik.